Tisztelt képviselőtársaim! Orbán Viktor nemrég még cenzúrázni akarta a Facebookon megjelenő tartalmakat. Miután cenzúrázni nem tudta, ezért úgy döntött, hogy inkább saját propagandájával árasztja ezt el. Mindezt nem meglepő módon, szokásához híven, közpénzmilliárdokból, a hatályos kampányköltési szabályokat megkerülve teszi. A magyar Facebook és YouTube felhasználók ma már napi szinten elképesztő mennyiségben szembesülnek a kormányoldal hazugságaival. Ma már egy mesét nem tud egy gyermek végignézni a YouTube-on anélkül, hogy ezt ne szakítanák meg legalább háromszor Viktor Orbán gyűlölet propagandájával. És ez nem csak hogy felháborító, de egyszerűen elfogadhatatlan és tartatatlan is. Képviselőtársaim, helyes lépés, hogy uniós szinten készülünk szabályozni a digitális platformokat. Végre az európai döntéshozók is felismerték, hogy csak így vagyunk képesek megvédeni az európai állampolgárokat, mind a profitéhes szabályokat megkerülő technológiai óriás platformoktól, mind az autokrata kormányoktól. De azt is szigorúbban kellene ellenőriznünk, hogy választások idején hogyan működnek ezek a platformok. Itt az ideje, hogy kimondjuk. A Facebook, a Google és az összes óriás platform felelőssége is az, hogy választási kampányok alatt mi történik a felületeiken. Különben ezekből a platformokból választási csalásokra használható nyerőgép lesz. Az nyer, aki a legtöbbet fizet. A demokrácia pedig veszít.